Zsúfolásig megtelt a Mórahalmi Aranyszöm rendezvényház kerthelyisége a magyar-szerb tandem elnevezésű kerékpártúra résztvevőivel. Az Európai Együttműködési Nap és az Autómentes Nap összekötésével megszervezett esemény iránt óriási volt az érdeklődés. Ó, hát szerintem ez egy teljesen nagyon jó buli. Annyira szükségesnek, nem volt ez annyira szükséges, mint hogy az én kényem kedvem, ahogy, hogy mondjam, kiadtam, megláttam, hogy meg van szervezve, hát mondom, miért ne, egy szombat délelőtt, kellemes eltöltése, mindig jó. Gondolom sok ismerős lesz itt, ugye, barátkozni a természetben, sportolva, szerintem tökéletes program. Mennyire szoktad használni a kerékpárt a mindennapokban, vagy esetleg sportolásra is? Sajnos keveset, mert főleg gyalog szoktam menni mindenhova, de teljesen jó sporteszköznek tartom, elfogadom. Lehet kicsit többet kéne használni, de szerintem a gyaloglás is nagyon jó. Ezt a Mórahalom és Palics közötti részt jártad már be kerékpárral, vagy bárhogy máshogy? Hát autóval igen, ugye ami most itt hát nem kompetens, ugye. Most be kell vallanom, most tökéletem először kerékpárom Magyarországon, de valószínűleg ezen túl nem utoljára. Mit gondolsz erről az eseményről, és miért döntöttél úgy, hogy részt veszel rajta? Egy, szeretett tekerni, kettő, hobbi, három, ráérek, négy, számítógép előtt nem vagyok bent, szellőzök, emberekkel találkozok, holnap autóellenes világnap lesz, és vedessük be újra a törvényt, hogy lehessen tekerni egészségesebb, olcsóbb, kevesebb lóerő kell hozzá. Pa prvenstveno sam došao zbog, zato što je danas dan bez automobila i veoma je dobra organizacija ovdje, sviđa mi se. Prvi put sam na ovakvoj manifestaciji, a inače vozim biciklu već dugo. A vajdasági résztvevők reggel Palicsról jöttek át a határon Mórahalomra. Az ő csapatukat a szabadkai Spartacus kerékpáros klub tagjai kísérték, Kasza Gábor a klub többszörös szerb bajnok kerékpárosának vezetésével. Velük tartott két sportoló is a zombori S-Team klubból. Profi biciklisként az ilyen programokat én mindig is nagyon támogattam, igaz, nem sokan vettem részt, de hát az, hogy így ennyi kerékpáros összegyűlik egy helyen és együtt túráznak, az abból csak mindig jól sülhet ki. Jó dolog sülhet ki. Jártad-e már be ezt a távot korábban is kerékpárral, tehát Mórahalom és Palics között? Igen, volt szerencsém bejárni egyszer. Akkor edzés alatt tettem meg ezt a távot, és nagyon tetszett, mivel nagyon könnyen megközelíthető Mórahalom, mivel megnyílt ez az új határátkelő, és bármikor átruszolhatunk egy kis edzésre. Bilo kako se radnja između Mađarske i Srbije je dobrodošla i ukazuje dobre odnose dviju država i dviju nacija, mešanje kultura, tradicije i svega. A túrát a Budapesti Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, azaz a VÁTI szervezte a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program támogatásával. A magyar-szerb IPA program keretében eddig csak nem 200 projekt valósult meg, mintegy 50 millió euró értékben. Kubinyi Prodanovics Adrien, a VÁTI közös szakmai titkárságának igazgatója szerint nem kevesebb céljuk volt ezzel, mint az idén megnyílt Ásotthalom Királyhalom határátkelő hely felavatása. Ez a magyar szerb program, ez egy EU-s finanszírozású program, amiben 45 millió euró értékben írtunk ki pályázatokat, és ezek a pályázatokból 200 projekt van megvalósítás alatt, illetve a felük már le is zárult. A projektek között sokféle témakör volt, többek között útfelújítás, bicikliútépítés, de ezen kívül kulturális intézmények megújítása, mindenféle gyerektáborok, kézműves táborok, közös kutatás, stb. De az egyik projekt az pont arról szólt, hogy az Ásotthalmi, a határhoz vezető útszakasz, illetve a szerb oldalon a Bácski-Vinogradi részt, azt a mi programunk keretében újították fel, és gyakorlatilag ennek az eredményeként nyílhatott meg idén májusban ez a határátkelő. Na most bicikliút, európai mobilitási hét, új határátkelő, tehát azt gondoltuk, hogy valahogy szeretnénk mi is felavatni ezt a határt, és az embereknek azt is a tudomására hozni, hogy gyakorlatilag két keréknyi távolságba kerültünk egymástól, sokkal könnyebb a határátkelés, úgyhogy remélem, hogy ez utána szokássá fog válni, hogy az emberek itt átkerekeznek, eljönnek a fürdőbe, átmennek Szabadkára, egy Csevapra, és akkor így sokkal lazábbá válnak itt a szomszédi viszonyok.
Meddig tartott megszervezni ezt az eseményt, és mennyire volt kemény munka? Hát ezt mi gyakorlatilag február óta szervezzük, ugye nyilván egy közbeszerzéssel indult, mert ugye közpénzeket költünk el, tehát ugye ez az első nagy lépés, hogy elindulhasson egy ilyen projekt, de hát azóta folyamatosan ezen dolgozunk. Volt egy cég, aki segített a rendezvényszervezésben, illetve szerb oldalon is voltak sportklubok, illetve rendezvényszervezők, akik bekapcsolódtak, illetve tudomásom szerint nagyon sok lelkes önkéntes is fogja segíteni ezt a mai eseményt. De gyakorlatilag fél éve dolgozunk ezen a projekten. Tervezitek-e azt, hogy lesz ennek valamilyen, bármilyen folytatása? Hát nyilván benne van a pakliba, hogy esetleg ebből mondjuk egy rendszeres, évente ismétlődő eseményt csináljunk, de mindenképpen a mai napnak a tanulságait levonva fogunk dönteni arról, hogy a jövő ez hogyan lesz megszervezve. Tényleg ez az első ilyen, úgyhogy nagyon izgulunk, hogy minden sikerüljön, és hogyha csinálunk jövőre, akkor mindenképpen a mai napon tanultakra építve fogunk tovább haladni. Ami még fontos, hogy a mai nap, ez a szeptember 21, ez az Európai Együttműködés napja, és számos helyen Európában rendeznek hasonló eseményeket, tehát ahol határon átnyúló programból valami kulturális rendezvényt csinálnak, vagy sportesemény. Azt hiszem, hogy a miénk az az egyik legjópofebb, illetve a legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvény lesz, és bízom benne, hogy sikeres lesz, és az emberek jól érzik majd magukat. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere szerint ezzel a kerékpár túrával is kitörhet a térség abból az elszigeteltségből, amelyben évtizedekig volt. Örülünk az eseménynek, mint minden olyan kapcsolatnak, amely a határ átjárhatóságát és a határ két oldalán élő emberek kapcsolatát erősíti. Annál is inkább, mert mi nagyon megismertük már és megszenvedtük azt, amikor a határ hermetikusan zár el minden. Tito időszakban, amiről a nagyapáink és apáink mesélnek, nem volt egy egyszerű történet itt az élet. Illetve azt is tudjuk, amikor a balkáni háborúk zajlottak, akkor mi zsáktelepülésként a határ mentén, akár befektetésben, akár egyéb fejlődésben nagyon-nagyon sok hátrányos körülményt voltunk kénytelenek elszenvedni. Úgyhogy mikor a viszonyok konszolidálódtak a határ túloldalán, akkor mi elkezdtük ezeket a kapcsolatokat, folyamatokat határozottan építeni. Egyrészt az Európai Uniós források segítségével, a határátkelőhelyel, a fürdőkapcsolatokkal, a kerékpárút építésekkel, kerékpárút fejlesztésekkel, különböző gazdasági kapcsolatok építésével létrehoztunk egy nemzetközi intézményt is, amely Brüsszelben van bejegyezve, és amelyben a határmenti települések társultakként működnek. Tehát elég sok területen próbáljuk légiesebbé tenni a határt, és egyfajta kezdeményezés, amelyhez ennyi jó szándékú ember csatlakozott, az bizonyítja, hogy értéke és fontossága, jelentősége van mindennek, amit eddig tettünk, és amit a jövőben tervezünk megtenni, mert a határ az nem elválasztani kellene bennünket, hanem valamilyen szempontból, még hogyha kétféle közigazgatást jelöl is, de mégiscsak egy olyan átlépési lehetőséget kellene megteremteni, amellyel a gazdasági, társadalmi, család és a civil kapcsolatok nem veszítenek értékükből. Ön mindennapi szinten mennyire használja kerékpárt? Esetleg használja sportolásra is? Hát én keveset használom a kerékpárt, mert állandóan időszűkében vagyok, bár lehet ez csak egy jó magyarázat, és egy jó indok arra, hogy ne kelljen fizikai erő kifejtést eszközölni, amivel szemben ellenállok, mint általában mindenki, aki a fejével végzi a tevékenységet, szereti a fizikumot kicsit kiiktatni, úgyhogy kifogásokat keresek bőven, és nagyon keveset használom a kerékpárt. Az eseményt a megnyitón Kovács Imre, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség programirányítója méltatta. Mi most a Magyarország-Szerbia IPA programot ünnepeljük, ennek a napját ünnepeljük. Szerintem egy remek, szimbolikus eseménnyel ezzel a kerékpártúrával, amely össze fogja kötni a két országot, és olyan területeken halad keresztül, ahol egyébként a programban egészen zseniális projektek valósultak meg, szerb és magyar intézmények, önkormányzatok összefogása eredményeképpen. És nem utolsó sorban azon a határátkelőn fog áthaladni a kerékpártúra mezőnye, amelyik szintén a programból épült, megnyitotta meg kapuit, jelentősen megkönnyítve az itt élők életét. És eljött az indulás ideje is. 22 kilométer megtétele várt a kerekezőkre Palicsig.
A határátkelés után a Királyhalmi Kultúrháznál szusszanhattak egyet a résztvevők. Miért döntött úgy, hogy részt vesz ezen a mai eseményen? Szeretek biciklizni. Járt már ezen a távon korábban is? Igen. Hova? Szabadkár biciklizett? Hajdukóra. Miért jött ide hajdujárás? Azért, mert ott van unoka testvérem. Egyébként mennyire szokott biciklizni a mindennapokban, mennyire használja ezt, járni kell? Sokat, elég sokat. Mit gondol, mi az előnye, miért jó kerékpározni? Zsír téged. És azon kívül? Egészséges. A levegő is, meg a mozgás. A programot Szabadka városa is támogatta. Ugye a város, mint olyan pályázó, az ugye inkább próbál infrastruktúrális beruházásokra pályázni, viszont ugye most a harmadik kiírásban több sportklub is pályázott, és ők is nyertek. Tehát ez most így elég szépen képviseltetve van. Ennek a mai eseménynek tulajdonképpen Szabadka város csak a támogatója, mi nem vettünk részt a projektum írásába, de mivel az egész rendezvény Királyhalomtól Palicsig Szabadka területéhez tartozik, ezért hát aktívan részesei voltunk az egész eseménynek a megszervezésében, a lebonyolításában. Külső támogatóként miben látja ennek a kerékpártúrának a hasznosságát, jelentőségét, hasznát? Hát ugye elsősorban a mozgás és a kerékpározásra való figyelemfelhívás, de úgy gondolom, hogy ezt elég sok polgártársunk műveli, főleg amikor szép idő van. Másodszorban azt is el kell mondani, hogy az elmúlt időszak projektjeim belül ugye megvalósult egy tervdokumentáció, ami szintén ez a Mórahalom Szabadkát összekötő kerékpárútnak a kiépítésének a tervdokumentációja, a Királyhalom Ásotthalom összekötő út kapcsán kidolgozásra került, és hát nagyon jó lenne, hogyha ez a kerékpárút meg lenne. Ugyanis, hogyha ez a kerékpárút már itt összekötni ezeket a településeket, akkor azt kell mondjuk, hogy sokkal kevesebb nehézségbe, sokkal kevesebb szervezési gondba ütköztünk volna ennek a mai rendezvénynek a lebonyolításánál is. Ezen kívül, a kerékpárúton kívül terveze Szabadka városa bármilyen más határon átnyúló kerékpárút építését, akár Tompa, akár Bácsalmás, akár más közeli magyarországi települések felé? Természetesen, tehát a tompai, tehát Kelebia, Tompa, a összekötő kerékpárút, ha bár a mi oldalunkról az eléggé jó megoldott, azt kell mondjuk, de a magyar térfélen még vannak hiányosságok. De persze, ha kerékpárutakról beszélünk, akkor az lenne a cél, hogy Szabadka város területén minél jobban ki legyenek építve a kerékpárutak, főleg azért is, mert nagyon sok polgártársunk használja a kerékpárt, és nagyon sokan nyerekbe pattannak, de ezen kívül természetesen most van a következő 2014-2020-as programozási időszaknak az előkészítése, amiben Szabadka város is aktívan részt vesz, és próbáljuk kihasználni azokat a lehetőségeket, amit majd az a kiírási ciklus biztosítani fog számunkra. Végül az összes kerékpáros éppen megérkezett Palicsra. Mi eredetileg 7-kor akartunk otthonról megindulni, 7:20 lett belőle, két gyerekkel nem olyan egyszerű pontosan megindulni, és hát nagyon lassan értünk át Mórahalomra, 10 után egy pár perce futottunk be, visszafelé meg egy bakfit volt az egész, de hát semmi, ez úgy igaz ez a szólás, hogy visszafelé mindig rövidebb az út. Jó volt nagyon, jó, családi megmozgás. A résztvevők a legkülönbözőbb kerékpárokkal tették meg az utat. A Pannon TV stábja megkérdezett 3 olyan kerékpár tulajdonost, akik nem mindennapi bringákat hajtottak, hogy magyarázzák el, miért is különleges a járgányuk. Mi a fő különbség egy egyszerű utcai bicikli és egy ilyen full extrás versenybicikli között? Hát igen, sokan vannak úgy, hogy megkérdezik általában mindig a kerékpárt, hogy mennyibe kerül, és amikor elmondjuk a valódi árát, akkor mindenki kicsit úgy meghökken, hogy mennyibe kerül is egy ilyen
kerékpár. Hát igen, sokan nincsenek tisztában vele, hogy pontosan miért is kerül ennyibe. Na most így tömören így összefoglalva, nagyon fontos, hogy a váznak a szerkezete az legfőképpen itt az országúti kerékpározásnál karbonszálból van csinálva. És hát a többi alkatrészre is úgy gyorsan kitérve, nagyon fontosak a különböző alkatrészeknél már, mint a váltókarnál, a hajtókarnál, ugyanúgy az ülés is, és az ülésnek a csöve is, hogy, hogy könnyű legyen, de viszont tartós, mivel egy kerékpárral le kellene húzni egy szezont, ami 20 000 kilométer, 2 kilométertől 25 000 kilométert jelent, és hát tudjuk, hogy autóban is megtenni azt a kilométer számot nem túl kevés, szóval elég sok kilométert le kell hajtanunk egy szezonban, és ezeknek az alkatrészeknek, ezeknek a ki kell ezt mind bírni. Na most így a második dolog, ami nagyon fontos, a kerekek minősége, illetve összetétele. Most ezen a kerékpáron, amit éppenséggel lehet látni, ez alumínium felnis, de viszont a küllők azok karbonból vannak. Tehát a kerekek igen könnyűek, és a keréknek a súlya sokat vett latba magán az össz, ami a kerékpár súlyát illeti. És na most többféle kerék van, ugyanúgy, hogy az autónál is többféle kereket tudunk felrakni, már mint többféle nagyságút. Ugyanúgy itt is vannak, amik a magas felnis kerekek, szóval azok inkább jobbak ilyen aerodinamikai szempontból, ilyen síkabb terepen, de viszont ilyen, az ilyen alacsony felnis kerekek, azok inkább ilyen hegyi menőknek jobban megfelelnek. Tehát ennek a kerékpárnak a súlya az olyan 7 kg és 7,5 kg körül mozog, a kulacsok nélkül. De hát viszont a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség törvényében azt szerepel, hogy egy kerékpár nem lehet könnyebb 6,6, illetve 6,6, illetve 6,2 kg-nál, szóval az elég könnyűnek mondható. Na most így hogy mutathatsam meg, hogy ez mennyire könnyű egy kerékpár, ha most esetleg ha egy ujjal felemelem, szóval simán, de viszont egy másik kerékpárt, amit ilyen hétköznapi emberek, szóval nem sportolók használnak, az sokkal nehezebb, és a váz összetételesek, gondolom, hogy nem karbonból van, hanem inkább olyan fém acélötvözet, hogy inkább legjobb esetben alumínium, és az is ezért sokat nyom a súlyba. Ami mellett most állunk, ez egy tandem kerékpár. Mi ennek a különlegesség, és miért jobb, vagy miben más ezt hajtani, mint egy egyszerű utcai kerékpár? Hát kezdjük avval, hogy összeadódik ugye az én energiám, és ugye az utas energiája, itt mostan következetesen a feleségem, aki könnyebb, mint én, kicsit gyengébb valamennyivel, tekerés szempontjából, és mindig közös kerékpározásunknál rájöttünk, hogy ő valahol mindig lemaradozott. Nagyon lemaradozott, vagy abszolút nem is akart jönni, és hát ugye ezt megoldván a tandem volt a legideálisabb, hogy az én plusz energiámat és az ő mínusz energiáját összeadjuk, és így közösen tudjuk most róni az utakat, élvezzük is együtt. Hogy is mondja, ez egy nagyon jó családias terápia, mert annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy tudunk végre beszélgetni ugye a hétköznapi rohanások mellett. Mutassuk be itt a kerékpáron, miért lehetséges, hogy ez a mechanikai energia így összeadódik. Igen, tehát a mechanikai energia ott adódik össze, hogy van egy első meghajtó rész, ő, és ugye a hátsó meghajtó és a váltó rész. Ez a meghajtó rész össze van kötve a hátsóval együtt egy lánccal. Tehát nincs az, hogy a hátsó lazsálna, amennyire nyomja az első a pedált, ugyanúgy kell a hátsónak is. Nem bírja abba adni a tekerést, nem bírja kikapcsolni, vagy lebírja venni a lábát, de akkor ugye a pedálok eltalálnák a tekerés közben. Tehát ugye ezzel a lánccal van összekötve, ez egy erősebb lánc is, a hátsó váltós láncnál szélesebb, vastagabbak a szemek, pont azért, hogy ugye nagyobb terhelést kell, hogy kibírjon, mivel ez egy Monti tandem, tehát nem verseny, szélesebb gumival, és ugye a szélesebb gumik révén kicsit lomhább, de tudunk vele terepen is mászni, terepen menni, persze akkor nem ilyen betongumik vannak, hisz ezt most csak erre a Mórahalom és Palicsi tandem túrára raktam föl ezeket a kopasz gumikat, vagy így mondva betongumikat. És ugye a pedálok, amik rajta vannak, ugye elől is, hátul is, ezek patent pedálok. Ez azt jelenti, hogy kell hozzá egy olyan cipő, aminek az alján szintén van egy kapocs rész, ugye itt lehet látni, és ez a kapocs rész kapcsolódik bele a patent pedálba, és nem csak nyomni lehet a pedált, hanem húzni is.
Tehát kihasználom azt az energiát is, a másik lábom, ami igazából lazsálna, még nem tud nyomni, de már tudna húzni, és így segíti, azaz kevésbé fáradnak így el a lábak, és a másik az, hogy nem csúszkál a cipő, nem csúszik le a lábad róla. Ez fontos szintén a hátsónak is, hisz ő neki, ha lecsúszik a lába, az első, tehát aki vezet, az nem érzékeli, hogy ő neki már nincs a pedálon a lába, és csak kalimpál a pedálok, és ilyenkor eltalálhatja a sípcsontját vagy a lábát. Ezért van elől is, hátul is patentpedál. Hát ugyan továbbiakban, most visszatérhetünk ugye még a meghajtásra, tehát elől mindegy, hogy mekkora fogaskerék van, de fontos, hogy ugyanakkora legyen hátul is. Tehát az összekötő fogaskerék, az első és a hátsó, az egyeznie kell. Itt elől ugye a kis fogaskerék, a hátsó legbelsővel, azt most csak esetleg a másik oldalon tudod majd fölvenni, az megegyezik a fogszáma 22-es, és utána még rá van építve három fogaskeréksor, amelyik már mindegyik nagyobb, ez persze a legnagyobb akár kint az országúton tudjak tekerni vele, de a legkisebb pedig az erdei vagy a hegyi túrákon nagyon jól jött most, hogy a Zemplénből is voltunk fönt a Zempléni hegységben. Elég furcsa kerékpár mellett állunk, az emberek többsége valószínűleg soha nem hajtott ilyet. Mit tudna erről a kerékpárról elmondani? Mitől különbözik ez annyira, mint egy mindennapi, mindenki által használt kerékpár? Jó, hát ez egy fekvő kerékpár, rekumbens, és igaziból úgy tudnám érzékeltetni a különbséget a hagyományos kerékpár és e közt. A hagyományos kerékpárral biciklizik az ember, az olyan, mintha a fotelnek a karfáján foglalna helyet, a fekvőkerékpárral pedig olyan, mintha a fotelbe. Tehát egyrészt sokkal kényelmesebb maga a pozíció, az ülőhelyzet. Ugye egy 20-30-40 kilométer után a másik kerékpárnál az embernek fáj a csuklója, fáj a feneke és egyéb akármilyen nadrágot vesz. Ezzel pedig kényelmesen tud 80-100 kilométert menni, és tényleg úgy száll le róla, mintha bringázott volna egy 5-10 kilométer. Tehát ez egyrészt az előnye, a másik pedig ilyen időben, mint amikor most is jöttünk, tehát ugye sokkal kisebb a légellenállás. Ez azt jelenti, hogy olyan kevésbé jó kondícióval, mondjuk, mint nekem van, azzal is nagy távolságokat meg tudok tenni, és tudom tartani a tempót, úgymond a fiatalokkal is, mert hogy egyszerűen kisebb erőkifejtéssel tudom megtenni ugyanazt a távolságot. Mi volt a legnagyobb táv eddig, amit megtett? Csak ilyen 80-100 kilométereket megyek egy húsztomba, de majd azért hosszabb túrákra készülünk, úgyhogy... Mennyivel drágább egy ilyen kerékpár, mint mondjuk egy más? Hát én nem tudom, azt hiszem, hogy az ára ugye az egyrészt drágább, mert ezek kis sorozatba készülnek, és hát aztán felszereltségtől függ. Tehát ennek az ára ott van, mint egy nagyon jó minőségű egyéb kerékpár. Tehát nem az alsó árkategóriában, eléggé húzós. Palicson többek között Sandra Simic, a belgrádi Európai Integrációs Iroda igazgató segédje szólalt fel a záró rendezvényen, bemutatva a Szerbia és Magyarország közötti IPA programot. Mellette pedig Modest Dulić, szabadkai polgármester, a határon átnyúló programok jelentőségét dicsérte. Ovo je jedan od programa od svih programa, imamo oko 500 projekata na celoj teritoriji Srbije. To je zaista veliki uspeh i čestitam svima koji imaju projekte. Ako niste znali, i granični prelaz koji je danas spomenut, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Molu, oprema za bolnicu u Subotici, niz projekata iz kulturne saradnje između civilnog društva, znači zaista veoma uspešan program. Na pravi način oslikavaju našu stalnu težnju da unapređujemo našu saradnju, da je produbljujemo. Végül a Palicsi tópartján kulturális programot tekinthettek meg a résztvevők. Felépett egyebek mellett Szabadkáról a Róna Táncegyüttes és a Szalagfűző Leánykar, valamint a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola képviselői is.